Lőfegyverrel sebesítette meg három diáktársát, egy 13 éves fiú a finn főváros egyik peremkerületének általános iskolájában kedreggel. Az intézményben mintegy 800 diák tanul és 90-en dolgoznak. A lövöldöző gyereket nem sokkal később Helsinki közelében elfogták, tettének oka egyelőre nem ismert. A hatóságok arra kérték a környékbelieket, a Vanta városrészben élőket, hogy maradjanak távol az iskolától, zárkozzanak a lakásukba, idegeneket pedig ne engedjenek be. 2019-ben egy finn középiskolában történt tömeges késelés, akkor egy ember meghalt és legalább 10 megsérültek. 2017-ben pedig 8 ember meghalt és 12 megsebesült, amikor egy 18 éves diák lövöldözött egy finnországi gimnáziumban.